Az általános korrupció egy párhuzamos állam kialakulásához vezetett Magyarországon. Egyebek mellett ezt a megállapítást tartalmazza az Európai Parlament LIBE bizottságának országjelentése. A delegáció korábban találkozott többek között Varga Judit igazságügyi miniszterrel is, aki a jelentés kapcsán most felszólította az Európai Parlamentet, hagyjon fel a politikai nyomásgyakorlással. A DK szerint az EP arra reagál, amit a kormány csinál. 30 oldalas jelentésben összegezte szeptemberi budapesti tapasztalatait az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottsága, írta meg a Szabad Európa portál. Az európai parlamenti képviselők a többi között megállapítják, párhuzamos állam kialakulásához vezetett a széles körben elterjedt korrupció. Emellett megneveztek két különösen is problematikus területet, a független igazságszolgáltatás és a sajtószabadság helyzetét. Nincs illúziónk azzal kapcsolatosan, hogy Magyarország gyalázása miatt érkeznek az illetők. Gulyás Gergely még a látogatás előtt értékelte így a bizottsági vizitet, és egyértelművé tette, nem merült fel, hogy a miniszterelnök is fogadja a küldöttséget. Varga Judit, akivel a delegáció is találkozott, a jelentésről azt írta, Sargentini újra töltve, a brüsszeli előítéletek maradnak. Az igazságügyi miniszter felszólította az Európai Parlamentet, hogy hagyjon fel a politikai nyomásgyakorlással és az ország elleni lejárató kampánnyal. A DK szerint az EP azt írja le, amit lát. Az Európai Parlament arra reagál, amit Orbánék csinálnak. A magyar kormány nem most kezdte leépíteni a demokráciát. Az Unió, ha tetszik, teszi a dolgát. Cselekszik, ha azt látja, hogy egy tagállamban következetesen sérülnek az uniós alapértékek. A Transparency International Magyarország szerint nem csak kettő, hanem további 22 problémás területet is megnevezhetett volna a bizottság. Azzal együtt, hogy a jelentés a magyar kormányt semmire nem kötelezi. Figyelnek arra, hogy mit mond a parlament, de önmagában a LIBE bizottság jelentéséből nem fog következni sem szankció, sem a magyar kormány cselekvését befolyásoló vagy cselekvésre kényszerítő semmilyen lépés. Ez egy ilyen értelemben valóban politikai jelentés, ami szakmai állásfoglalást is tartalmaz. A Transparency egyébként nem kíván állást foglalni abban, hogy például a nemzeti vagyon 1000 milliárdjainak kiszervezése, vagy a közjogi kinevezettek bebetonozása mély államot eredményeze.